kicsit feszengve ültem ide, hogy miért pont egy tüdőgyógyásznak kell erről a témáról beszélnie. Nos, hát elmondhatom, hogy az érdeklődésem az átlagemberénél is nagyobb ezután a járvány iránt, éppen azért, mert a szakmámban először is a tuberkulózis az egy hatalmas és egy állandóan tartósan meglévő betegség, amely fertőző és amely nem nálunk, hál' Istennek, de nagyon sok helyen, főleg a harmadik világban, időnként járványos formákat is ölt, és talán éppen ezért nem is fog soha megszűnni. Nálunk nagyon jók a mutatók tuberkulózis szempontjából, teljesen nyugati színvonalak, mondhatni a gyermekek közt teljesen fel is számolódott, de ugyanakkor az, hogy a tuberkulózis teljesen megszűnjön, olyan nincsen. Az egyik itteni kollégám tartott egyszer egy előadásról, az ő előadásának az volt a címe, hogy a tuberkulózis volt, van és lesz. Tehát ez az életünkben nekünk a fertőző betegségek elleni küzdelem, ha egy és egy nagyon kiterjedt betegség ellen zajlott is, de állandó volt. A szakmát arra figyelmezteti, hogy nem érheti semmi felkészületlenül elsősorban. Tehát mindig úgy kell lenni, hogy a puskapor szárazon legyen tartva, de legyen puskapor. De hogy ne kapkodás legyen. Nekünk volt egy kis előnyünk magyaroknak, mert nem nálunk kezdődött. Nem is mer az ember rá gondolni, hogyha nálunk kezdődik, akkor milyen komplikációk és milyen bajok történnek és milyen zavartság. Tehát ez az egyik. A másik pedig az, hogy ezentúl erre mindig kell figyelnünk, és azok, amiket most megszerveztek, azok a csökkentett mértékben is, ha lehalkítva, letompítva is, de állandóan napra, egy napra készen tudjanak állni. Ugye ez a legnagyobb tanulság. A másik tanulság az, hogy a megelőzésre, tehát nem csak akkor kell felhívni a figyelmet, amikor már ott van a baj. Nem lehet azért tudni, hogy ezek mikor ütik föl, ha ez is egy mutáns tulajdonképpen ez a vírus, és akkor megint lehet egy másik, ami előjön, és akkor megint csak jön egy járvány. Tehát ezekre jobban fel kell készülnünk szakmailag is, szervezetileg is, és ez egy olyan probléma, ezt most látjuk, hogy össze kell fogni az egészségügynek és az embereknek, ennyire embernek hozzájárulni egy ilyen nagyfokú egészségügyi problémához nem kellett még soha. Máskor mindig csak a sajátját, vagy maximum a szoros környezetben élőt, a szeretteit, a rokonait kellett neki, vagy a barátait figyelemmel kísérni, de most nem. Most az egész országot figyelemmel kell kísérnie, sőt az egész világot is. Csak az a jó, ha most a lakosság fogja magát és azt mondja, hogy most segítek. Segítek abban, hogy egészségesek maradjunk, amennyien csak tudunk, és ehhez nem kell más, mint a karantén, az izoláció, a szociális távoltartás, ezzel a szép szóval hívják ezt hivatalosan, és hát a betegeknek az izoláltsága. De a többi az viszont rajtunk múlik, azt nekünk önként kell elvállalnunk, és komolyan kell venni. Nem az, hogy most csak éppen ide kiszaladok, meg éppen oda kiszaladok, szóval azt kellene megcsinálni, hogy tényleg ne is menjen ki senki sehova. Ez egy háború. Egy olyan háború, aminek nincs vezére, és ezért csak a szenvedőkön, a szenvedő megtámadott lakosságon múlik, hogy meg tudja mutatni azt, hogy össze tud fogni, és nem a háborút kezdeményező fog győzni, jelen esetben a vírus, hanem a lakosság és az emberek összefogása és fegyelmezettsége fogja a győzelmet meghozni.